Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Mivel már nagyon nyakunkon van az új év és a fogadalmak, ezért arra gondoltam, hogy egy ezzel kapcsolatos videót szeretnék nektek elkészíteni, és hát azt az ötletet agyaltam meg ki, hogy esetleg megoszthatnám veletek az újévi fogadalmaimat. Ezt a telefonomba írtam össze, és általában az emberek hármat, maximum négyet szoktak, hát én hetet fogadtam meg, és akkor most nézzük is ezt a hetet. Betartom a diétát. Azt hiszem, ezt nagyon sokan megfogadják ilyenkor új évkor, hiszen az új év egy tökéletes alkalom arra, hogy az ember motivációt és egy löketet kapjon arra, hogy akkor aki eddig nem egészségesen táplálkozott, az most elkezdje, vagy aki eddig is, viszont most karácsonykor azért vagyok, hogy az ember hajlamos a sok bűnözésre, és természetesen én is annyi beiglit és annyi sütit ettem, hogy fúj. Szóval már egy hónapja mondom, hogy nagyon várom az új évet ezzel kapcsolatban, vagy ez miatt, hogy végre újra kezdhessem ezt az egész egészséges táplálkozásos dolgot. Megnöveszteni a körmömet. Hát igen, vannak ezzel gondjaim, és én már megpróbáltam többször is, de sajnos olyan gyengék a körmeim, hogy letörnek, de most, hogyha tudtok esetleg egy olyan tippet adni nekem, hogy valamilyen olyan lak van-e, ami megerősíti a körmöt, azt megköszönném, és azt írjátok meg egy kommentbe. A harmadik, hogy leszokni a bőrleszedésről. Ez furán hangzik, de itt a körmöm körül a bőrömet leszoktam tépkedni, és ez akkor megnyugtató, meg jó érzés, meg minden, de utána vérzik, fáj, és nem bírok fogni, és nem tudok vele semmit se csinálni, úgyhogy utána eléggé fájdalmas dolog. Tehát, hogyha esetleg ti is ebben szenvedtek, akkor fogadjátok meg ti is ezt a tanácsot, hogy fogadjátok meg ezt a fogadalmat, hogy akkor erre leszokjatok. A negyedik, a spórolás. Volt nekem megspórolt zseppénzem, na most ebből maradt pár ezer forint. Most karácsonyra kaptam pénzt megint, úgyhogy megpróbálok kicsit gyűjteni inkább kamerára, vagyis egy olyan dologra, hát, ami ugye hasznos, és én esetemben például a kamera, mert szeretnék egy kamerát, ami azért szépen fókuszál, és a háttér az olyan szép homályos, én pedig ilyen éles vagyok, és nem minden tiszta. Szóval szerintem, bocsánat, hogy sokat piszkálom, hanem csak frissen van mosva, és annyira idegesítő. Ami nem azt, hogy frissen van mosva, hanem hogy össze-vissza áll. Szóval igen, megpróbálok spórolni és gyűjteni erre a kamerára. Az ötödik, elkészülni reggelente időbe. Az fontos, hogy időbe. Elkészülök én reggelente, csak éppenséggel nem időbe. Az a fajta, az a típusú ember vagyok, aki azért elég sok helyről hajlamos elkésni, és ezt tulajdonságomat nem igazán szeretem, de ezért megpróbálok róla leszokni. És alapból reggelente 6 előtt 10 perccel szoktam kelni suli napokon, de mostanában 45-kor kelek, nem 50-kor, hanem 45-kor, és ez az 5 perc nálam rengeteget számít, mert ebben az 5 percben csomó mindent meg tudok csinálni, és sajnos én reggelente tényleg nagyon lassan készülök el mindig, de reggelente végképp, mert annyi ideig eszek, akkor van a játék a telefonomban, amit beszoktam mindig tölteni, akkor Facebookozok, Instagramozok, van egy oldalam, amit majd ezt amit majd a videó végén el fogok neked mondani, hogy segíthetétek azért kicsit beindítani, tehát hogy esetleg lájkolnátok, mert nagyon lassan indulnak be ezek az oldalak, és majd ezzel kapcsolatban már még mondok valamit. Hatodik, rendet tartani a szobámban, és minden héten kitakarítani. Sajnos egy hónapban egyszer sikerült talán kitakarítanom a szobámat, és valamikor még akkor sem. Szóval ez esetben rehány vagyok, amúgy nem, de ezzel kapcsolatban nagyon. Úgyhogy ezen szeretnék változtatni, és nem csak kitakarítani, mert takarítás egyszerűbb akkor, hogyha csak le kell porolgatni mindent, és egy héten egyszer szeretnék takarítani. Viszont, amikor nem is tudom megtartani azt a rendet, tehát teszem fel mondjuk, kitakarítok szombaton, szerdára már kupi van. Úgyhogy ezen szeretnék egy kicsit változtatni, hát ha tudok, és szerintem ez még az a fogadalom, amit azért így sokan meg szoktak talán fogadni, de nem vagyok benne biztos. Én most mindenképpen megfogadom ezt. És a hetedik, egyben utolsó, hogy még rendszerezettebbnek lenni. Miért azt írtam, hogy még rendszerezettebbnek? Nem. Nem vagyok normális. Szóval kijavítjuk szépen, hogy lenni. Igen, hát ebben azt értettem ez alatt, hogy
például a naptáramba, tehát a határidő naplomba felírni még pontosabban a dolgokat, még a dolgozatokat is, és azt, hogy mikor milyen videót rakok ki, vagy milyen videót tervezek, és hogy sikerült kiraknom azt, vagy nem. Mert őszintén szólva, én írom a sportot, meg ha esetleg hétvégén történik valami érdekes, vagy bármikor valami olyan érdekes, amit érdemes lenne felírni, de még alaposabb akarok ez alatt lenni, úgyhogy megpróbálok tényleg rendszerezettebb lenni, és ebben is, és a videókban is, tehát hogy így, nem tudom, így csoportosítani a témákat. Ez most így nagyon hiányzik, de... Jaj! Szóval csoportosítani a témákat, bocsika, felrúgtam a kamerát, úgyhogy megesik az ilyen. Szóval ott tartottunk, hogy csoportosítani a témákat a videóban. Ezt most így hiába kezdeném el elmagyarázni, mert nagyon bonyolult lenne, és meg én is belebonyolódnék, úgyhogy ezt majd jövő évben meglátjátok. Talán ebből azt mondanám, hogy így, ami a legjobban jellemző erre a videók csoportosítására, hogy nem is csoportosítás, nem tudom, ezt is rendszerezettebbé tenni egy kicsikét a videókat. Nem tudom, hogy ezt hogy értem. Még én sem tudom, hogy hogy értem, nem tudom, akkor hogy értessem meg veletek. Tehát, hogy rövidebbek lennének a videók, megpróbálok most is így egybe beszélni, tehát úgy egybe, hogy nem nyökögni össze-vissza, hanem határozottan is. Puh, és megpróbálok mindig tényleg jó fénybe videózni, és tudom, hogy most tök jó a fény, és az elmúlt pár videóban elég rosszak voltak a fények, mert mindig besötétedett, és ez is az agyamra ment. De most szerencsére voltam olyan ügyes, hogy időbe kezdtem el videózni, amit viszont most várnak a videóval kapcsolatban, hogy most ez a rész így tök szép, meg minden, tehát hogy ez így tetszik ebbe a szögbe, ahogy videózok, viszont így nem látszik az a rész ott, hogy ilyen tök szépen meg van ugye az ágyam csinálva, tehát a párnak, meg ilyesmik, a diszpárnak, sajnos ez nem látszik, meg pont eltakarom, de mindegy. Lényeg, hogy a fény az jó, szóval ja. Amit még szeretnék majd megoldani valahogy, hogy tudom, hogy a videók benne vannak egy ilyen fekete kis négyzetbe, emiatt is bocsánatot kérek, de nem tudok ezzel mit csinálni. Nem tudom, hogy a kamera hibája, vagy a vágóprogram hibája, de megpróbálom majd megoldani. Ezért is jó lenne ugye egy olyan kamera. Habár nem biztos, hogy a kamera hibája, inkább a vágóprogramja, de már annyi mindent próbáltam megcsinálni minden jelenleg. Na mindegy. Szóval látjátok, most is húzom az időt, és nem szeretnék megint 10 perces, meg 10-valahány perces videókat. Na, ebben értettem a videó csoportosítását. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. A múltkori videó alatt megírtátok, hogy milyen a ti karácsonyfotok, milyen díszeket használtok, meg megkértelek titeket. Most pedig megkérlek titeket arra, mert nagyon sokan megírtátok amúgy tényleg ott a videó alatt, és ezt köszönöm is. Most pedig megkérlek titeket arra, hogy az újévi fogadalmaitokat osszátok meg velem, és írjátok meg ugyanúgy kommentben, mert kíváncsi vagyok a tiétekre is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és a közösségi oldalak rendben az infoboxban, kövessetek be mindenhol. Puszi, mindenkinek további szép napot, sziasztok! Miért mindig ilyenkor köszönök? Hintakatok? Nem még nektek mondani, mert a videó közben mondtam, hogy majd szeretnék a videó végén hirdetni egy oldalt, csak már itt összeszedtem itt a kameraállványt, meg minden, meg már becsuktam az ablakot, és ugye amiatt volt jó fény. Szóval van egy oldal, azt majd beteszem a linkit az infoboxba, légy, lájkoljatok, én csináltam, I will be your unicorn. Ugye meséltem már egyszer egy videóban, az SOS videóban, hogy ellopták egyszer az oldalamat, ami már 4000 valamennyi like volt. És annak is ez volt az oldalnak a neve, úgyhogy ezt is be szeretném indítani, mert nem tudom, nekem ilyen oldalhiányom van, hogyha nincs ilyen oldalam. Úgyhogy megköszönném, hogyha lájkolnátok, lent van az infoboxban. Puszi, sziasztok!